Nagy a nyüzsgés a szabadkai tájpiacon, a húsvéti ünnepek közeletével megindult a vásárlási roham. Főleg a hentes üzleteknél állnak hosszabb sorok, ugyanis most a húsvéti sonkái a főszerep. Az utóbbi egy hétben rendkívül megugrott a kereslet a sonkára, ezért nagyobb mennyiséget és több fajtát is bekészítettek a hentesek. Van ez a rendesen füstölt sonka, ez a házi sonka, meg van csont nélkül, ez a tiroszka plecska. 900 dinár kilója a tiroszka plecskának, a rendes sonkának 1200 dinár kilója. Jurcsek Erzsébet asztalánál is nagy a forgalom, többfajta hústermék is kapható nála jutányos áron. Van sonkánk, van nyulunk, van gyöngyösünk, van pulyka mellehúsa, minden megfelelő áron. Úgyhogy tojás. A sonkát hogyan, milyen áron adják? A sonkát adjuk, ez mellehúsából van, csirke mellehúsából 1000 dinár kilója. A disznós sonka, ez csont nélkül, ez 1200 dinár. A normális sonka az meg 800 dinár volt kilója. Franciskovics Józefina nem hagyta utolsó pillanatra a sonka vásárlását, időben beszerezte a szükséges élelmiszereket az ünnepekre. Pa spremam, kúpila sam svega sonke, još jagnjetinu nisam kúpila. I eto. Jaja, idem da kúpim. A hagyományos húsvéti menü további kiadhatatlan étele a tojás, ami 13-tól 18 dináros áron vásárolható meg a piacon. A torma is nagy mennyiségben megtalálható az árusoknál, 200-tól 350 dinár az ára. Ezek mellett friss zöldségekkel és gyümölcsökkel is várják a vásárlókat a szabadkai tájpiacon.